Sziasztok, 82. daráló, hogyha minden igaz. A mai részben pedig Rozon pályát fogjuk bedarálni, a tutoriált. Rozon gondolom a legtöbben ismeritek, ő tud jó pályákat is csinálni. Remélem a mostani is az lesz. Neki is van csatornája, a linkje ott lesz a leírásban. Ő is kreatív Minecraft-tal. minecraft, -tál, minecraft, -tál foglalkozik. Összintén szóval egy kicsit fedüdölés volt az ő pályáján játszani ugyanis sokan sokféle pályát küldenek, és hát vannak köztük nagyon jók, meg, 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 kevésbé nagyon jók, és hát főleg a kevésbé nagyon jók tudják egy kicsit lefárasztani az embert, mikor ilyen sablon dolgok vannak, meg ilyen, meg ilyen szörnyen igénytelen építés, rengeteg helyes hiba, stb, stb. stb. tudjátok. És hát nyilván egy kidolgozott igényes pályán tényleg kikapcsolódás, szórakozás. Szóval, én ja, örülök, hogy elküldte a pályát. Bár tudom, nem mai pálya, valószínűleg a legtöbben láttátok már. Nekem valahogy mégis kimaradt, de most bepótoltam. Az a vicces, hogy végjátszás közben a legutóbbi pályám, a kalandpálya projekt jutott eszembe. Ami azért vicces, mert tényleg nem láttam előtte ezt a pályát, de a hangulatukban, a stílusukban van némi közös, de majd látni fogjátok. de kezdjük a pályát, így néz ki a kezdőszoba, tök jól van díszítve, teljesen korrekt. Van itt még egy szobor is, amivel azt csinálhatunk, amit akarunk. Táblákra vannak írva a menüpontok, haladjunk sorba, üdvözle, és megváltozik a színe, ha használom. Tök jó! Látványos! Azt mondja a pálya, üdvözöllek, én vagyok a poénos, állejtő, lélegzetállító, jóló alkotás, avagy a pálya. Szerénység a maximumon. Mivel nagy teljesítmény eljutni egyeseknek eddig is, így mindenféle kép jutalomban részesült egy kis paródia a figyelmetlen játékosokról. Mondjuk mi lenne, ha neked egy gombot? Nekem már nincs rá szükségem, elavult technika. Hát igen, ilyen táblás megoldása helyes spórolunk, plusz, plusz látványos is. A gomb meg azt tudja, hogy ez csak egy mezei gomb, semmi más, és obszidiánra lehet lerakni. Egyébként mögötted láthatsz egy fafejt, ő a készítő, de nem kértelek tovább, hisz tudom mire vársz. Egy remek kalandra. Ennek érdekében kattints a baloldali indítás táblára. A tábla átteleportál minket a terepre. Aztán megint csak szól hozzánk a pálya. Várjunk, elfejtettem a tutoriált. A fenébe. Ezért tuti törölni fognak. Persze csak, ha meg tudja a készítő. Tudod mint? Felejtsük el a tutoriált. Úgyis 7 éve piacon van a játék. Tudsz te mindent. És ezután jött egy kiírás, hogy Rozon join the game. Mint hogyha belépett volna a játékba. Nagyon poén. Ugye ezt szokta a játék szerveren kiírni, úgyhogy tényleg egy kicsit olyan érzés, mint hogyha most ő is belépett volna. Ne, itt van, észre fogja venni, hogy nem mit tedd végig a tutorialt, Valahogy vissza kell jutnod oda. Támad egy ötletem. Ha meghalsz, visszakerülsz a kezdőhelyre, hiszen ott a spawn pointod. Nézd mögötted ezt a kőfejtőt. Ott, mintha láva folyna. Feladat, ugorj a kőfejtő közepén lévő lávába. Ezen a ponton elkezdtem egy kicsit körülnézni, most ugye volt egy kis időm, hogy jobban megnézem a diszítést. Nem tudom, van-e értelme ennek a rendszámnak, de tetszik ez a bulldozer. De nem tartott sokáig a nézelődés, mert véletlenül belesétáltam a lábába. Viszont nem haltam meg, hanem egy föld barlangba kerültem. Komolyan rozon, ilyen gyenge évek óta látott sablonnal készült, szégyent hozol rám. Ez ugye arra mondja, hogy át kell túsznál lábán, táblával voltak ugye megtartva a lávablokkok. Ez a sablonpályák paródiája. Mivel ez a terv nem jött össze, gyorsan ki kell találnom egy újat, hogy visszakerülj a kezdőhelyre. Addig is találva, valami kiutat ebből a barlangból. És akkor meg is kapjuk a feladatot, old meg a rejtvényt, és juss át a kőtörmeléken. Ha nem sikerülnek kattints ide. Csinált feladást, nagyon jó, pluszpont. Ugye előfordul, hogy az ember elakad valahol, de érdeklőd a pálya, és szeretne tovább menni, de hát el van akadva. Ilyenkor nagyon hasznos a feladás gomb. Szóval mindenképpen ajánlom. Persze nem mindig és minden esetben kell feladást csinálni. Például, amikor kevés választási lehetőség van, akkor, akkor tök felesleges, hiszen legrosszabb esetben végpróbálja az összeset. Hát ebben az esetben viszont igen hasznos volt, ugyanis hát, hát ez van, nem esett le, hogy a kocsikat kell tolni. Én valamiért teljes meggyőződése valami rejtett ládát vagy kapcsolót kerestem, és percekig a barlang falát pásztáztam, felfedeztem minden apró részt, aztán végül feladtam és megnyomtam a kiírást, ami elérhetővé tette egy ládát, amiben volt egy csákány, amivel ki lehet ütni a köveket. És természetesen, ahogy lennie kell, amint kivettem a csákányt, eszembe jutott, hogy a kocsikat kellett volna esetleg tologatni. Miután kiszabadítottam magam, jött egy újabb szakasz. És egy kicsit később újra megszólalt a pálya. Látom, um, találták kiutat, én pedig egy lehetséges megoldást a problémára. Van egy árus a piacon, aki buy... Van egy árus a piacon, aki bájitalokat árul. Meg kellene keresned, ő hát ha árul valamilyen mérget, vagy ilyesmit. Szerencsére rozon afkol, így még van egy kis időt. És akkor az a feladat, hogy keresse meg az árust. Nagyon tetszik benne, hogy az a feladat, hogy meghalljak. Tehát ugye általában egy kalandpályán, vagy egy kalandban, vagy bármilyen történetben, ugye az a lényeg, hogy minél erősebb legyél, vagy eljuss A pontból B pontba. Tehát mindig valami plusz legyen a végén, valami fejlődés, értitek, és itt pont az ellenkezője, valahogy ki kell nyírnom magam. Beteg, beteg, te tetszik. Kimásztam a barlangból, át a labirintus erdőn. Aztán visszamentem a kőfejtőhöz, még egyszer körülnéztem. Most már odafigyeltem a lávára is. Aztán végül bementem a faluba, vagy vagy vásárba, vagy nem tudom, szóval az árusokhoz. És megkerestem bájtalos árust. És ő volt Roland. Üdv, mit adhatok? Drága, hallgatok, barátom, tudod, valamilyen... Mm, mérget szeretne vásárolni. Mérget? Ez egy teljesen gyerekbarát pálya lesz. Örüljenek, hogy a készítő nem épített rendőrséget, különben magukra hívnám a zsarukat. Most pedig tűnjenek innen. Jaj, ne, Rozan elkezdett tevékenykedni. Megyek lefoglalom valamivel, te pedig találj valami megoldást feladat néz körbe a faluban, hát ha tud valaki segíteni neked. Na ezt egy kicsit bátor résznek tartom, hiszen nincsen semmilyen jelzés vagy utalás, hogy merre kezdjek el keresgélni, mi van, ha a teljesen rossz irányba indulok el. És aztán fél óra után se találok semmit, és kilépek, hogy á, ez a pálya. Azért nem olyan nagy a terep, tehát talán még belefér ez a megoldás, én tuti óvatosabb lettem volna. Szerencsére én elsőre jó irányba mentem, és megtáltam Waltert. Hépsz! Figyelj, én nem akarok kötekedni, vagy ilyesmi, akkor játszod a vég a pályát, amikor akarod, de már kezdek marhára unatkozni. Mi lenne, ha te segítenél nekem, én pedig neked? Ismerem a pálya minden szegletét. Ám mindennek ára van. Mi lenne, ha megjavítanád a lakókocsimban lévő öm, szűrőegységemet? Ha kész vagy, gyere vissza ide! És akkor a feladat mennybe takarítsd ki a szűrőegységet, javíts meg a barkácsgépben a törött légkeverőt úgy, hogy vont körbe műanyaggal, majd helyez vissza azt oda, ahol volt. Szép, hosszú feladatleírás. Ez tipikusan olyan, amit mindenki még ötször visszaolvas, mire megért, de legalább biztosra ment, hogy ott legyen minden. És itt is van feladás. Hát ilyen feladat leírás után nem is nagyon csodálkozom. Aki nem ismerte volna föl, ez a részt utalás a Breaking Badre. Poén tetszik, szeretem a sorozatot. Bementem a lakókocsiba, hát igen, ott van egy kis labor, ugye I am the one who knocks. Tetszik, hogy megcsináltam a műanyagnak a textúráját, nagyon poén. Megteltem a szűrőegységet, kivettem a törött részeket, hát és aztán igen. Na most mit mondjak, hosszú volt a feladat, én is egy kicsit belekavarodtam de azért nem adtam föl, átolvastam újra és jobban körülnéztem, aztán rájöttem, hogy mit kéne, sikerült is összerakni a légkeverőt, beraktam a helyére. Látom, kész lettél, tökéletes. Mivel hallottam a beszélgetéseteket, így tudom, hogy vissza akarsz jutni a kezdőhelyre. Ismerek egy olyan iszteregget a pályán, aki képes teleportálni. Remélhetőleg ő tud neked segíteni. Az erdőben megtalálod őt, sok sikert. Így hát elindultam az erdő felé. Előtte egy kicsit azért körülnéztem, és találtam egy házat, amiben nem lehet bemenni. Az erdőben a fa pedig láttam egy madarat, fölmásztam hozzá, és a mögötte lévő ládában búvársapka volt. Na most mit keres a fatetén egy búvársapka? Ez vagy utalás valami korábbi pályájára, ami nekem nem esik le, illetve hallottam olyan történetet, hogy egy búvár egyszer úgy halt meg, hogy egy ilyen vízhordó helikopter, vagy repülő, nem is tudom, amivel erdőtüzeket oltanak, tehát egy ilyen fölkapta őt, és ledobta az erdőben szegényt. Úgyhogy nem tudom, vagy arra utalás, vagy valami teljesen másra. Cukik ezek a repkedő madarak. I believe I can fly! Kis keresgélés után... Rátáltam az easter eggre. egy korábbi pályának a szereplője az, most meg nem mondom hirtelen mi a neved, de mindjárt ki fog berülni, azt mondja a pálya, remek, elláttam rozont feladattal. Egy 32.000 karakteres parancsban nem lesz könnyű megtalálni a hibát. <tosz> de szemét. Látom te pedig találtál valakit, aki el tud teleportálni téged, ám sajnos nem tud beszélni. Kellene valamivel elindíthatunk vele egy beszélgetést. Használd fel a pályától kapott ajándékot, és helyezd rá azt az Enderman testére. Kíváncsi vagyok, mennyire gondolt itt a lehetőségekre. Ugye az alsó alatt nyilván el lehet rejteni egy command blokkot, ezért én direkt a felsőre raktam, de kíváncsi vagyok, hogy ha az oldalára raktam volna a karakternek, vajon akkor is működött volna -e a rendszer, hát rozom majd írd meg. Azt mondja Erd. Jaj, tényleg Erd, igen, az volt, az fantasztikus nevek voltak azon a pályán. Mit akartok? Figyelj, történt egy kis probléma a játékosunkkal, és az a játékosunkkal nem velem történt. Hely, én csak elindítottam volna a pályát, aztán, aztán bugos volt, nem volt tutoriál, nem, nem, velem van gond, ez így nem jó. Aha. Az a lényeg, hogy fel kellene vinni őt a kezdőszobába. Meg tudod oldani? Ugye ez volt az, aki tudott teleportálni a... Mi volt a pálya címe? Nem tudom. Valami romantikus történet volt a rozon nagy szerelme? Ja, biztos az volt a pálya. Mindegy, majd vágásnál előkeresem és belinkelem azt is. Más lényeg erre nem lépesek. <laughs> Mivel tettetek rám gombot, s így végre tudom keresni a főnököm lányát, így igen. Ugye ott az volt a történet, hogy hozzánk csapódott egy lány, aki, aki valami nagyúrnak volt a lánya. Erd, meg ennek a nagyúrnak volt az egyik embere. Ó, oh, tényleg Erd. Erdő az erdőben. Erd ő az erdőben. Ha készen állsz elhagyni a terepet, kattints ide. Oda kattintottam és visszakerültem a kezdőszobába. Ezen kalandos kitérél után végre lássuk azt a fránya tutoriált. Kattints a táblára és si indulhatunk is. Használtam a táblát, átkerültem egy másik helyre hasonló dizájnnal, ott mindjárt volt egy karakter, Scully, Razon, írok neked egy listát normális nevekkel. Üdvöz, Scully vagyok, elég sokáig tartott ide eljutnod, de én türelmes vagyok. Tutoriálunk első fele nem más, mint egy kattintható szöveg. Az előtted lévő ajtó kinyitásához kattints a szöget záróják közötti aqua színű szövegre. Hát igen, ez nem okozott gondot, a következő teremben már ott is várt engem Scully. Tutoriálunk második része egy egyszerű barkácsolás lesz. Ahogy a ládában elhelyezkednek a tárgyak, úgy tárgyak, úgy tedd őket a barkácsgépbe. Miután ezt megtetted, a gép hangjelzése jelzi, hogy kész az új tárgy. Ez sem nehéz követni, de hát ez egy tutoriál. Kapunk egy gombot, tedd a lélekhomokra, majd nyom meg. Ezt természetesen meg is tettem, visszakerültem a kezdőszobába, újra itt is lennénk, végre eljött ez a pillanat is, mondja a pálya, gyerünk, kattints az indítás táblára. Hát jó, gondoltam és használtam a táblát, és aztán visszakerültem, ugye megint arra a terepre, ahol ideig mászkáltam, első fejezet, minden kezdett nehéz. Nagyon poén, van egy ilyen érdekes hangulata, hogy így indítás előtt mászkáltam itt, és most újra látom ezt, és... és ugye, amikor indítasz egy pályát, akkor akkor egy teljesen új terepet látsz, most meg egy ismerőst. Nagyon érdekes érzés. Pár másodperccel később jött egy feladat, hogy beszéljek Dáviddal. De még oda sem értem a karakterhez, mikor ráeszmélt a pálya, hogy már rég indult. Uh, ugye milyen misztikus cím? Na, gyerünk, beszélj már vele! Ja, nekem csendben kéne ilyenkor lennem. Ezt nem értem. El kellene kezdődni a küldetésnek. Én se értettem, úgyhogy kínomba pattogtam, pár másodperccel később visszateleportáltam a kezdőhelyre, és Rozon, a nagy főnök, a Big Boss megszólít, köszönöm, hogy kiátszottad a készülő pályám tutoriál részét. Ha bármi bugot találtál, írd nekem üzenetben. Mi? Ez nem lehet igaz? Tudhattam volna, hogy Rozon nem képes egy értelmes pályát összehozni. mindez csak egy alfa bemutató volt, ezért küzdködtünk ennyit, ez hihetetlen. Van még itt egy végszó, köszönöm, hogy végigjátszottad. A történethez és a parancsokat rozon csinálta, az épületeket pedig DRZ stúdió. Teljesen jó pálya volt, nekem tetszett, nagyon érdekes egyedi hangulata volt. Szerintem az easter is tök jók. Összintén szóval elég rövid volt, úgyhogy... És én nem is érzem olyan teljes kalandpályának, inkább egy ilyen, egy ilyen rövid gagnek, egy ilyen paródiának, vagy kifigurázásnak. Ugye több dolgot is kifigurázott, pályakészítési és... És hát végigjátszási szempontból most ez hogyan mondjam. Ugye itt a figyelmetlen játékosokra gondolok. Nagyon sokat nem is tudok róla mondani, hiszen, hiszen eléggé rövid volt. Egy-két apróságban tudok egyébként csak belekötni legfeljebb, de, de az tényleg szörszáhasogatás, Például a vásárban a bodiknak a tetején, vagy micsodáknak, ugye egy része szőnyegből állt és úgy oldotta meg, hogy ott maradjon, hogy pofonát rakott alá. Ez például szebb lett volna, hogyha letörli a textúráját, mint a tényleg a levegőben lenne az a blokk. Úgy döntöttem, próbáljunk ki egy új értékelési rendszert, úgyis valamiért annyira szeretitek a pontszámokat. Arra gondoltam, hogy tízes skálán mondok valamilyen értéket. Hát aztán meglátjuk, hogy bejön vagy sem. Először arra gondoltam, hogy kilencet adok erre a pályára, hiszen, hiszen teljesen jól meg van csinálva, igényesek a kiírások, szép a díszítés, szóval ugye az egészen látszik, hogy igényes. De aztán arra gondoltam, hogy nem is igazán tudok olyan kifejezetten negatív dolgot mondani. Esetleg azok a részek nekem nem jöttek be annyira, amikor mondta, hogy így menj és keres valamit. Például ugye amikor Waltert kellett megtalálnunk, hogy menj valahova, és akkor lesz valami. Majd például Walter után is, hogy az, az, erdőben van egy iszterek, ott legalább belőtte, hogy az erdőben, tehát nem az egész pályán kell keresgélnünk, de nekem akkor sem szimpi, hogy nem lövő egy kicsit pontosabban, vagy legalább a nagy fa alatt, vagy a piros levelű bokor mellett, vagy, vagy, valami ilyesmi. Jó, most, hogy ezeket így végig gondoltam igazából, ja, maradhat a kilenc. Szóval nekem 9 per 10, majd ti is írjátok le, hogy mennyit adnátok és miért, és persze próbáljátok ki a pályát, a trailer linkje a leírásban, ez volt Rozon pályája, a tutoriál, a kézikönyv múljon.